az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek. Excellencias Udvardi György, püspök testvérem, püspök testvérek, pap testvérek, kedves vendégek, kedves testvérek. Több hónap várakozás után megköszönjük Istennek, hogy az ismét egy megjegyített bennünket. Tisztelettel köszönöm azokat a testvéreket is, akik az internet és a televízió segítségével kapcsolódnak bele imádságunkba, és figyelmes lélekkel követik az ünnepi liturgiát. Hamarosan Udvardi György érsek úr megkapja a palliumot, amelyet a diákonos néhány perc ezelőtt az oltára helyezett. A pallium juhjából készült. A Szent Atya adott meg. A pallium a náj szimbóluma, amelyről a jó pastor gondoskodik. Udvardi György érsek úr szolgálatán keresztül. Amikor az érsek úr a palliumot a vállára veszi, a jó pastort követi. Mint Jézus maga megkeresi az elveszett juhokat vállára veszi, és megvédi őket az ellenségtől. És a szolgálatok a Szent Atyával közösségben végzi. Imádkozunk azért, hogy Isten áldása legyen Udvardi György érsek úr életén és szolgálatán. Folytassa továbbra és örömmel az evangelizációt, hogy a veszprémi egyháztartományi területéről minél több elveszett baránt vethessen el Krisztushoz. Én, Udvardi György veszprémiesek, szilárd hittel hiszem és vallom részeiben és egészében mindazt, amit a hitvallás tartalmaz, mégpedig hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény. Az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Erős hittel hiszem továbbá mindazt,
amit Isten írott vagy áthagyományozott szava tartalmaz, s amelyet az egyház akár ünnepélyes ítélettel, akár rendes és egyetemes tanítóhivatalával Istentől kinyilatkoztatott igazságként, a hit tárgyaként elénk ad. Ugyancsak erősen hiszem, és megtartom minden egyes elemét annak, amit az egyház hit és erkölcs tekintetében tanít. Mindezeken túl jámbor akarattal és megértéssel engedelmeskedem úgy a római pápa, mint a püspökök testületének a tanítóhivatal tekintélyével kihirdetett tanításaihoz, még ha nem is szabályos határozatban hirdették is ki azokat. Én, Udvardi György, a Veszprémi Főegyházmegye érseke, esküszöm, hogy a katolikus anyaszentegyházhoz és a római pápához, az egyház legfőbb pásztorához, Krisztus helytartójához, Szent Péter apostol utódjához és a püspökök testületének fejéhez mindig hű leszek. Támogatni fogom a római pápa egész egyház fölötti legfőbb hatalmának szabad gyakorlását, jogát és tekintélyét előmozdítom és védelmezni fogom. Elismerem és betartom a római pápa legátusainak előírásait és útmutatásait, mivel ők a legfőbb pásztor nevében járnak el. A legnagyobb gondossággal és hűséggel fogom végrehajtani a püspökökre bízott apostoli feladatokat, vagyis Isten népének tanítását, megszentelését és kormányzását hierarchikus közösségben a püspökök testületének fejével és tagjaival. Védelmezni fogom az egyetemes egyház egységét, ezért minden erőmmel azon leszek, hogy az apostoloktól származó hitletétemény tisztán és sértetlenül őriztessen meg. A megtartandó és alkalmazandó igazságok és erkölcsi tanítások mindenki számára az egyházi tanítóhivatal által megállapított módon kerüljenek átadásra és bemutatásra. Atyai lélekkel fogok figyelni a hitben tévelgőkre, és minden erőmmel azon leszek, hogy a katolikus igazság teljességére vezessem őket. Krisztus képmására tekintve, aki a legfőbb és örök főpap, kötelességtudóan és kegyes lélekkel fogom a rám bízott hivatalt betölteni oly módon, hogy lelkemből fakadó példát mutatva a nyájnak, képes legyek a híveket a krisztusi tökéletességre, törekvésben megerősíteni. Fáradhatatlan buzgósággal követni fogom és előmozdítom az egész anyaszentegyház közös fegyelmét, és okosan ragaszkodni fogok minden egyházi törvény betartásához, legfőképpen azokhoz, amelyeket az egyházi törvénykönyv előír, éberen őrködve azon, nehogy bármilyen rossz gyakorlat gyökeret verjen, különösen is az ige szolgálatában és a szentségek kiszolgáltatásában. Gondos figyelemmel leszek az egyház javainak kezelésére, különös tekintettel azokra, amelyek az Isten tisztelet gyakorlásához, a papság méltó ellátásához, az apostoli és karitatív munkához szükségesek. Hogy betöltsem a rám bízott hivatalt, különleges szeretettel fogok kísérni minden papot és diákonust, a püspöki renddel együttműködő lelkiismeretes munkatársat, szerzeteseket és szerzetesnőket, akik ugyanannak a munkának részesei. Legnagyobb gondossággal fogom előmozdítani a szent hivatásokat annak érdekében, hogy az egész anyaszentegyház lelki szükségletei megfelelően kielégítessenek. Elismerem és támogatni fogom a laikusok saját méltóságát és az egyházban végzett küldetésüket. Különös buzgalommal fogom támogatni a nemzetek evangelizációjáért végzett missziós tevékenységeket. A zsinatokra és minden más törvényes testületi gyűlésekre történő meghívásoknak, ha csak nem vagyok akadályoztatva, eleget fogok tenni, vagy megfelelő módon válaszolok. A kitűzött időben, vagy a Szentszék által meghatározott alkalmakkor főpásztori tevékenységemről a Szentszéknek számot fogok adni, szolgálatkész figyelemmel leszek előírásaira és parancsaira, és gondosan végre fogom hajtani azokat. Isten és Istennek ez a szent evangéliuma
amelyet kezemmel érintek, segítsen engem ezek végrehajtásában. Ámen. A mindenható Isten dicsőségére és a boldogságos mindenkor szűz Mária és a szent apostolok, Szent Péter és Szent Pál dicsőretét, Róma püspöke Ferenc pápa és római szent egyház nevében, a rábízott Veszprémi vör egyház megye iránti megbecsülésként, a metropolita hatalom jelenként. Ott adjunk neked a Szent Péter Sírjától hozott palliumot, hogy egyszáz tartományod határain belül viselt. És a pallium legyen számodra, az apostoli szentséggel való egység és közösség jele. Legyen a szeretet köteleke, az álhatatosság ösztönzője, hogy a hatalmas Istenek és az pásztorok feledemének, Jézus Krisztusnak eljövetelekor enyerhest a rábízott nyája legyit, a hatalmatlanság és a dicsőség ruháját, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
könyörögjünk. Istenünk, Te szent fiat szövetsége által minden nemzetből szüntelenül népet szerzel magadnak, és azt a szent lélekben egységbe foglalod, add, hogy egyházad a tőled kapott hivatáshoz hűségesen az emberiség családjával mindig egybeforjon. Legyen kovásza és lelke az emberi társadalomnak, megújítsa Krisztusban és tegye Isten háza népévé. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, az Isten. Íme, én magam keresem meg juhaimat, és magam gondoskodom róluk. Amint a pásztor számba veszi nyáját azon a napon, amikor megáll szétszélett juhai között, íme én is gondjaimba veszem juhaimat, amelyek szétszórodtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahova a sötét felgek napján szétszórodtak. Kivezettem őket a népek közül, összegyűjtöm őket az országokból, és visszaviszem őket a saját hazájukba. Izrael hegyein legeltetem őket, a völgyekben és az ország lakottájain. Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz legelőjük. Jó legelőn pihennek majd, kövér legelőn, Izrael hegyein. Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le pihenőre őket, mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszélettet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, és gondozom a kövéret és az egészségest. Az igazság szerint legeltetem őket. Ez az Isten igéje. Szálljon fel, Uram, az én imádságom, miként a tömjén füst a Te színed elé. Szálljon fel, Uram, az én imádságom, miként a tömjén füst a Te színed elé. Kezeimnek fölemeli, legyen előtted, mint az áldozat, miként a tömjén füst a Te színed elé. Szálljon fel, Uram, az én imádságom, miként a tömjén füst a Te színed elé. Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket. Ő benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Ő benne nyertük el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát, bőséges kegyelme folytán, amelyet gazdagon árasztott ránk teljes bölcsességgel és megértéssel. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Ő benne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki minden szabad elhatározásából tesz.
Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Benne kaptátok meg ti is a megígért szent lélek pecsétjét, miután hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát és hitetek benne. Ő a foglalója örökségünknek, annak, hogy teljesen megváltva övéi legyünk az Isten fölségének dicsőségére. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőségnek amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak, és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter így szólt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki: legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle: Simon, János fia, szerezte engem? Ő azt felelte: igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: szeretsz engem? És ezt válaszolta: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta: legeltesd juhaimat. Ezek az evangélium igéi.
Excellenciás Nuncius úr, érsek úr, püspök úr, főapát úr, kedves paptestvérek, diákonos testvérek, kedves jelenlévő hívek, és kedves testvérek, akik a közvetítésen keresztül kapcsolódnak közös ünneplésünkbe. Az egyház számára egy meghatározó párbeszédnek lehettünk részesei. Nyugodtan lehet mondani, az Isten és az ember párbeszéde ez, szeretsz-e engem. A pásztor és az egyház párbeszéde ez, szeretsz-e engem. Az intézmény és a személy párbeszéde ez, szeretsz-e engem. Visszhangzik mindannyiunkban Jézusnak a kérdése, paptestvérekben, bennem, hiszen összeköt bennünket, összekapcsol végérvényesen a papság szentségében a pásztorokat. Visszhangzik bennünk, mint az egyházmegye, a metropólia, és az intézmények irányítójában, amit a világ talán tud értelmezni, szeretsz engem. Ugyanakkor ez a mostani alkalom egy sajátos találkozás. Hiszen szerettük volna, ha az egyházmegye, az egyházmegyék papsága, hívek együtt tudtunk volna ünnepelni. Erre az ismert körülmények miatt a tervezett módon nem kerülhetett sor. Örülök meghívott vendégeinknek, képviselik világi Krisztus hívőket, de mégis talán ezzel együtt is mondhatom, valami olyan sajátos találkozás ez most, olyan Galilea part élmény, ami a ti jelenlétetek, a papság jelenléte okán talán akkor történhetett meg, amikor Jézus találkozott a föltámadása után apostolaival. A föltámadottal találkozunk mi tanítványok. Talán most ebben a ünnepi szentmisében részesei vagyunk annak a föltámadott Krisztusi gondoskodásnak, amikor tüzet rak, ennivalót készít az övéinek. Isten rendezte ezt így, hogy most így tudjunk ünnepelni. Ugyanakkor szimbolikus ez a tanítás, tanít bennünket, és ünneplésre segít bennünket ez az esemény. Kedves testvérek, a pásztor képe a választott nép körében ismert, elfogadott tartalommal bírt. Egyértelműen Izrael istenére alkalmazták a pásztornak a képét. Ő az, aki elől megy, ő az, aki gondoskodik a népéről, ő az, aki friss vízhez, jó legelőhöz vezeti az ő népét, és megvédi mindentől, ami a népének kárát kívánja okozni. Így szereti az Isten az ő népét. Így szereti Isten az embert. Jézus ezt az ószövetségi tapasztalatot tágítja ki, most is, ebben az ünnepi szentmisében is, mindannyiunk számára. Akkor, amikor a jó pásztor képéhez halljuk Jézus szavait, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor képét tágítja, amikor azt mondja, életemet adom a juhokért. És ezt az új gondolatot, ezt az új kapcsolatot bízza az ő apostolaira. Szeretsz-e engem? Szeretsz-e úgy, ahogyan én a népemet, mert azt akarom, hogy általad tudjam gyakorolni pásztori mi voltomat. A pallium fölhelyezése ezt a kérdést és ezt a választ teszi dinamikussá. Nem csak most ebben a pillanatban, hanem szolgálatom minden pillanatában, minden napján, minden döntésében. Szeretsz engem? És nem az ügyeket kérdezi, nem azt kérdezi, vajon milyen nehézségek vannak, nem azt kérdezi,
milyen feladatokat kellene még megoldani, hogy mi maradt el, hanem mindezekben, ezekkel együtt szeretsz engem. És mindannyiunk válasza, de most ebben az ünnepi pillanatban az én személyes válaszom ez. Szeretlek. Szeretlek, ez azt jelenti, akarlak szeretni. És ez nem kibúvó, nem egy lehetőség, nem gyengíti a szeretlek kifejezést, hanem a fiú magatartását tárja elénk. A fiú, aki mindvégig szereti az atyát, akinek minden akarata, gondolata az, hogy az atya akarata megvalósuljon. Akarlak szeretni, Uram. Akarlak készséggel, akarlak növekedéssel, akarlak kereszttel szeretni. Szeretlek, Uram, a válaszom ez, mert szeretem megtestesülésedet, szeretem emberségedet, istenségedet, szeretem személyedet, szeretem tanításodat, szeretem parancsaidat. Szeretlek, Uram, és ez azt jelenti, szeretem a tieidet, akiket kiválasztottál, akiket ránk bíztál. Szeretem egyházadat, egyházadnak a történetét, egyházadnak a történetiségét, szentségi, zarándok, intézményi mi voltát. Szeretem szeretett egyházmegyénket, szeretem az egyháznak az egyetemességét, az egyháznak a kultúráját. Szeretem papjaidat, papjainkat, népedet. Akarom szeretni. Szeretlek, Uram. Szeretlek, ez jelenti, szolgálom a kicsinyeket, tanulni akarok a kicsinyektől, és szolgálni akarom az egységet. Egységet Ferenc pápával, egységet Nuncius úrral, hiszen számunkra ő képviseli legfőbb vezetőnket, pápán. Egységre a püspökökkel, a metropolia püspökeivel. Az egységet akarom szolgálni a népben, a papságban, különös módon is. Egységet a szentségek rendjében, és az egységet a tanításnak a fegyelmében. Szeretsz engem? Szeretlek, Uram, mégpedig azon a módon, ahogyan Ferenc pápa tanít bennünket az életszentség útjára törekvésben, amelyet 2 évvel ezelőtt kiadott apostoli buzdításában fogalmazott meg. Hivatásunk az szentségre szól, és nekünk pásztoroknak, nekem a pásztornak ezt a szentséget kell szolgálnom. Ennek mindennapi konkrét valóságában. Ferenc pápa ebben a pásztori szolgálatban kiemeli az állandó imádságnak a nélkülözhetetlen voltát. Akarom magam is tenni, és akarok erre tanítani, hogy mi, püspökök, papok, az imádságnak az emberei legyünk. Akarom szolgálni pásztorként önmagamban, bennetek, a ránk bízott hívekben az állandó megkülönböztetésnek, a kegyelmének befogadását. Hogy lássuk, mi az, ami jó, mi az, ami rossz. Nem mindig könnyen, nem mindig azonnal válik el ez egymástól. És mennyire fontos, hogy a Szentlélek erejével eljussunk a megkülönböztetésre. Pásztorság magam részéről is, részetekről is jelenti a készséget a küzdelemre és az éberséget. Éberen figyelni, mi történik az emberrel, éberen figyelni, mi történik a nyájjal, éberen figyelni, mit kíván az ember, mit kíván az Atya legfőképpen, és hogyan tud találkozni Isten és az ember, és készséget a küzdelemben. Sokszor a küzdelmet spirituális valóságként távol toljuk magunktól. Úgy tekintjük, minthogyha ez csak másokat érintene, másoknak a szerencsétlensége. Úgy tekintjük, mintha legfőképpen vagy időnként a
a lelkünkben dúló viharokat jelenteni ez, és egyre inkább látjuk, hogy a küzdelem, készség a küzdelemre, ez a mindennapi pásztori szolgálatnak elválaszthatatlan Krisztusi része. Nem akarunk menekülni a küzdelemtől, és nem akarunk értelmetlen küzdelmekbe bocsátkozni, de Krisztusért igen, és az ő népért. Figyelmeztet bennünket Ferenc pápa, türelmesen hordozzuk egymást, és az indoklása pedig ez, aki türelmes, aki elnyeri a békességet a Szentlélekben, az hűséges valójában az emberhez. Ezt az isteni türelmet, ezt az emberhez való hűséget akarom szolgálni. Mint ahogyan jelenti a pásztorságnak a feladata, az öröm és a derű szolgálatát. Hányszor és hányszor tűnik úgy eredménytelenségben, vagy értelmetlen, fölöslegesnek látszó tevékenységben kiszökik az öröm a lelkünkből, kiszökik az öröm a kezeink közül. És öröm nélkül örömhírt hirdetni, öröm nélkül elhitetni a ránk bízottakkal, hogy van tiszta forrás, van jó legelő, van biztonság az Istenben, van igazság, van értelem, van küzdés, és ennek van értelme, nem lehet. Örömmel és reménnyel igen. Mikor Jézusnak válaszolok, szeretsz engem, szeretlek Uram, akkor örömmel akarok válaszolni, és az örömet hordozni. És ugyanígy fontos feladatként jelöli meg Ferenc pápa a bátorság és a buzgóságnak a lelkületének kialakítását. Bátran kezdeményezni, engedni magunkat vezetni a Szentlélek ösztönzésétől, akinek mindig van ötlete, mindig van fantáziája az emberről, a legnehezebb helyzetben is, akkor is, amikor már mi kifogytunk a megoldási lehetőségek közül. Bátran buzgón. Szeretsz engem. Uram, te mindent tudsz. Azt is, hogy szeretlek. És így akarom szolgálni népedet, papságot, világi Krisztus hívőket, szerzeteseket, kicsinyeket, fiatalokat, családokat, szegényeket. Szeretsz engem. Személyes, közös és együttes válaszunk ebben a szentmisében, közös ünneplésünkben, életünk válasza. Igen, Uram, szeretlek. Igen, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek téged. Ámen. Forduljunk testvéreim bizalommal mennyei atyánkhoz, aki szeret bennünket, és minden ügyünkben gondunkat viseli. Istenünk, add meg szent egyháznak, hogy a föld sója és a világ világossága legyen. Szent atyánk, Ferenc pápa, György püspökünk, és egyházad pásztorai pedig szüntelenül a rájuk bízott nyáj javát szolgálják. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy az érseki tartomány püspökei, László és János püspökök, a kaposvári és a szombathelyi egyházmegye papjai és hívei, valamint a veszprémi főegyházmegye papjai és hívei meghallják Jézusnak, a jó pásztornak hangját földi életüknek minden napján. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Add, hogy a társadalmak minden tagja, a világszerte napjainkban tapasztalható változások közepette, egyre inkább érezze felelősségét a béke és az igazságosság megvalósításának terén. Hallgass meg, Urunk!
kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy akik a tudományos kutatásban és oktatásban tevékenykednek, miközben hivatásuk odaadó és hozzáértő gyakorlásával hozzájárulnak az emberi társadalom előrehaladásához, szüntelenül a közjó előmozdítására is indítsanak minket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy mindig legyenek olyanok, akik nem csak szavukkal, de döntéseikkel és cselekedeteikkel is vállalják azt, hogy hivatásukban országodat építik közöttünk, és a rájuk bízottak körében evangéliumot hírnökövé válnak. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, híveidnek örök pásztora, ki egyházadat sokszoros gondviseléssel kormányzod és szeretettel igazgatod. Adj örök nyugalmat elhunyt főpásztorainknak, papjainknak, akik életüket szentelték a te szolgálatodra. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, szíts fel híveid szívében a hivatástudatot az egész világ üdvösségének munkálására, hogy akaratod szerint minden nemzet egyetlen családdá, a te népeddé forjon össze és növekedjék. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyházának. Urunk Istenünk, fogad kegyesen adományainkat, amelyeket felajánlunk neked. Add, hogy egyházadat, amely a kereszten függő Krisztus oldalsebéből támadt, ebben a szent áldozatban való részesedés folytonosan megszentelje, hogy mindenkor éljen és mindig hű legyen alapítójához, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek, és a veletek. Emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A bűn ugyan elszakította fiaidat tőled, de szent fiad vére és szent lelked ereje által te újból magad köré akartad gyűjteni őket, hogy a nép, amelyet a Szent Háromság egy Isten egyesít, mérhetetlen bölcsességet dicséretére egyházzá váljék, mint Krisztus teste és a Szentlélek temploma. És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újonva zengjük. Thank you.
valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tisztáldatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és akért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föl támadásodat, amíg el nem lesz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Öltözzön minket neked szentelt örök áldozata, hogy elnyerhessük az örökséget választottaidon. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges betanúkkal, Szent Annával, boldog Gizellával, és minden szenttel együtt, az a közben járásokban vízva reméljük, hogy mindenkor megisegítsz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által,
mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, szabadíts meg a szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor, és a te lelkeddel. Engesztelődjetek kész hívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval és meggyűlöm. Thank you.
Könyörögjünk! Fiat testének és vérének vételével megújulva kérünk, Istenünk, tedd eredményessé egyházad megszentelő működését, amellyel folytonosan kinyilvánítod a megváltás életadó titkait a szegények előtt, akiket különös szeretettel hívtál meg országodba, Krisztus, a mi Urunk által. Közös ünneplésünk végén hálásan köszönöm mindenkinek az imádságos jelenlétét. Különösen szeretném kifejezni köszönetemet apostoli nuncius úrnak, aki Szentatyától a palliumot elhozta és vállamra helyezte. Számunkra nuncius úr jelenléte mindig az egyház egységét, pápával való közösséget és azt az egységet jelenti, amiért Jézus oly sokat imádkozott és bennünket is buzdított, mind az imára, mind pedig az egységre való törekvésre. Hálásan köszönöm Metropólia püspökének, illetve általános helynök urának, Varga püspök úrnak és Császár István atyának a jelenlétet. Hálásan köszönöm, és nagyon meg is lepett, hogy az egyházmegye papsága ilyen nagy számban tudtatok részt venni. Nagyon köszönöm. Ez a pásztori szolgálat egy közös szolgálat, nyilvánvalóan meglévő felelősségekkel szolgáljuk ránk bízott népet nagy örömmel és nagy búzgósággal. Nagyon köszönöm a jelenléteteket. Ugyanígy köszönöm azoknak a híveknek, akik televízió közvetítésén keresztül kapcsolódtak be és velünk imádkoztak. Külön szeretném kifejezni köszönetemet jelenlévő vendégeinknek, akik a megváltozott körülmények ellenére is itt vannak és akartak itt lenni ezen az ünnepen. Nagyon megtisztelő az ő jelenlétük. Köszönöm szépen. Köszönöm a zenei szolgálatban Kovács Szilárd orgonaművész úrnak és Slinszki Cecília karvezető asszonynak és a kórustagoknak, zenészeknek a zenei szolgálatot. Hálásan köszönöm ezt. Köszönöm a Székesegyház és az Ésrekség munkatársainak, akik előkészítették az ünnepet, és ugyanígy köszönetemet fejezem ki a sajtó képviselőinek és a közvetítésben résztvevő munkatársoknak a munkáját. Az Isten pásztorol bennünket, pásztorként vezet bennünket, gondoskodni akar rólunk, és életre akar vezetni bennünket. Adja Isten, hogy örömmel tudjuk ezt tenni. Az Úr áldása kísérjen ebben bennünket. Az Úr legyen veletek! Isten, aki egyszülött fiának feltámadása által megadta nektek a megváltás és az Isten gyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket áldásával. Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja meg nektek mennyei országának örökségét. Miután pedig a hit által új életre támadtok, fiával együtt a keresztségben éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá mennyei hozzába. És titeket, mindnyájatokat, akik most itt velünk együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.